Csinálják a riportot, most tessék! E még most is felfele veszik? Igen. Azt a három embert vegye már fel fenkét, meg ott csinálja a házakat. A cigányok házárunk csinálja a izét, tessék már! Ott is ott van a sarkon. Olyan rendes fickók, hát tessék már! Jauskának hívják, Pistának hívják, Eve Gyula! Azt is néz, azt meg ott viszi a székfejtáv. Pistike, mire figyelj, tessék! Na most együk jöjjön fennképét? Nem, felveszi rendesen videó kamerára. Mit csinálsz? De, meg egy videó kamera. Ha videót lehoznák, hozz túl fele. Hol van az egy fiam? Nem tudom, bent vannak nálunk mi. Anya, most jönnek, illetve hozzád! Tessítsük be menni oda! Enkölt is elvehet! Anya! Engelünk, Szicske, rájuk! Szicske! Pacsi, ümerzék ezt a cépa utéteinkra! Gyere, kimenj! Ott legyek! Cépa utépés lakást hagyd benned végre! Minket is pászé, helyszak el. Hogy legyen benne már. Igaz, benne. Galatis. Meg pandás. Meg a meg a beton al felúrét. Meg beton alulát. Hőszigetelt ablak, tessék nézni! Azok az ablakok? Az egészség, az ígtól lenne. Itt áll, ott a pázs is! Itt is pázs tíz! Meg itt sár! Ugye, itt üvegeltetni nem lehet. Ha az ember akarná, a legjobb akaratja vele. Ott is meg, ott konyhába! Semmi! Konyhába! De pálikba, de pázsba, emlőbb! Erre a hettőt tetik. Istenben az ember. Nálunk is jöjjön, bevább felülő. Meg nálunk is. Nálunk tett elülni. Meg nálunk. Nem lehet azt mondani a nevet.
Gyere ide, fia! Meg mondjak. Jóni Gyula, Nagy Dobos, Temető utca, 41 szám alatti lakó. 23. Akit a nagydobosi tanács egyszerűen nem bír segíteni. Nem is akar. Azt felelik, nincs rá keret. Jó, és mondd el, hogy neked mi bajod van? Hát 8 éven keresztül így forgandó vagyok a Máté Szalki sebészeten és a nyíregyházi szeptikus sebészeten. Olyan időszak nincsen, olyan hónap, hogy Máté Szalka megnézik a bal alkalommal. Most meg jelenleg nyíregyházára kellene befeküdni, de hát az egészség állapota miatt nem tudom. Megmutatod a karodat? Ebben platina is van. Platina van. Várjátok. Pamela. 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 És a röntgenfelvételt is van. Azt hiába teszük rá, nem fogok látni belőle semmit. Akkor mondd el a feleségedet. Hol van? De szólj ki csak rá, úgy néz. Rózsi! Rózsi! Ezt is. Ki lehet a... Jó, világ is ki. Mutasd meg rajta, hogy hol van a baj. Ez az alkar, ez meg a felkar fordította. Abba is van? Persze. Ne halad már egy kapát, ja, attól segítnénk az embert, hogy itt muszáfékben tudnánk benne a fogjának. Ez az igaz? De semmi és ilyen embert nem segítünk. Cipánk se nincs. Van, megtalálom, hol van, mert a hangját már hallottam. Itt vagyok, tejnek mindenében is meditrább vagyunk, úgy tessék meg hinnóztán, lefele fagy a lábam. Itt vagyok én is meditrább, pucéronok is sárnyomot nem tudom megnézni. És a feleségem miért éve, hogy... Ez a legnagyobb. Ezt a fiút is rendezzem abba, hogy eszik. Ez az egy Severin fia. Egy tízdekás csirkeit eszik. Itt van a kezében, mutasd meg gyermeket. Na, el lesz az ebéd meg a vacsora. Este mit eszünk, fia? Húsot eszünk. Nagyon is van érzik itt a tanács és az ember tüntesék meg kín, hogy zavarnak vennéket, kifel a bemegyünk jelen szemben. Nem abban vannak, hogy sok a gyermekei segítni kellett, hát ezek ellen csattak még ez az önkormányzat, nem maguk adtak neki 4500 forint kisegítést. Most meg nem kapunk semmi, hanem kiutasítanak bennünket a idejből a mi fejlőből, hogyha a tanácsban, hogyha bemegyünk a tanácsra. Polgármester ezt hivatal. Ezt is tessék menetenként. És a tanástól járt-e itt kint valaki? Itt mostanában senki se járt, nem tessék meg. Akkor pénzt ad, aki nem érdemelte valóan meg. Amúgy csak egy-két gyerek van, és javállanak. Ide pedig le nem be se ütötte a tanácsra a órát, hogy megnézze, igen, hogy milyen különbében élek a gyermekeim. És utána kaptam majd 2000 forintot, akkor tűntek ki 2500
családat, mikor a szomszédom megkérményezte inni, hogy de ide nem bársor, hogy a férjem oda van a kórházba, hogy igenis, hogy ide kellett minden a pénz, nem oda, nem érdemlik meg. De Rózsi meg ne azt mondjam, hogy itt kaptok, ezért mondom, a többi meg kap 4-5 ezer. Meg is sajt magát kitölt a papi, azt is kell mondani. És ez már 10 éve, hogy így folyik, és annyiban nem képesek, hogy az uramat legalább leszállalékolják, vagy lenyugdíjozzák, hanem éjjeztetik, szennyeztetik a családot. Úgy tessék elni, meddig rá pucéron jár. A konyhában sincsen nekem semmi, se, hogy egyre egy ház mondani. Egyszerűen csinálnék én rendet, tehát Bácsi, mit tudom, ugyanúgy marad. Kicsit, már mindenki benne van. Már mindenki többször ez is benne van. Vannak nekem mindig. Hát most küldtem magának 2500 forintot, tehát mi már ebben a világban 2500 forintot? Fájdba is, ugye, Becsa? Becsa, csak látta valamit. Bácsi, ezek mind a benyfujáim. Menjetek ki. Itt van ez az ablak, ajta is. A szilikátoron fájos vállamra esett. Nincsen is semmi, azon is a nájlom van. Az ablakon. Mert egyszerűen nincsen anyagi támogatása. Te jövedelem. Nincsen, nem dolgozik. Annyi jogszágy. Az egy kis csinál. Azt is elnaptam a kisjának, mert sírtéltek. Mondtam! Rózsi, a gyermekeim a mások a kezében meglát valamit, hogy de adjanak a barátok. Most akkor megsajnálják, odaadják. Hát itt is ez a járnaptak, hogy egy kicsit kisjának. Mondtam! Sírtéltek, mert nem tudok mit bűvezni. Na, mit járnak meg meg? Ez fogja vacsorára megfőzni a 9 kujáját. És mi ez? Ez torna fadlutka lesz. Ezt meg kell avárolni, és utána tiszta vízbe tenni, rá meg rizskását, és rá meg aztán idejtni. Ki zsíros rántás rátenni. Azt fogja fúj megenni. Vacsorában. Hát nem, mint a tűz. Ezt vettél te. Zsír, amit fogácsának való, lapautyának való, más is semmi nincsen. Abból még gyógyszeres a telikor. A ilyen drágaság mellett 70%-os, a kinek áramelés mellett pedig. Csodálatos nyalom, meg egy szót nem tud az ember veszni. Már kivillom. Fertil a cigány. Nem jó lett, hogy már úgy lett lop. Folyka dohány. Kis kutyka. Ott is azt az öreget vegye már majd. Melyiket? Ott ül a kis dohányt izélni, mert nincsen meg cigarettáros is. Erik, romp a kertbe, kapd már! Nem megyek én este! A fel megyek én ma. Meg kell mondanod. Majd a nevedet majd bemondja. Hát nem. Hát ahol a házat a csinál. Hát Köszönöm!
És hát azért hát, hogyha csinálnának valamit, na, és ezt a pénzt nekem nem akarnák kiadni. Tessék, már szíves mondanom, hogy hú lehetne ezt nekem intézni. Kétszer voltunk Nyíregyházán, és azt mondták, hogy még nem visszük a számát a takarékkönyvnek, addig még nem kapjuk ezt készítőt. És már pluszban megfordult, már két hónapi segélye megint megérkezett be. Az uram kétszer van operálva. Én egy beteges vagyok, három gyermek iskolás rajtam, most fog ballagni a nyolcadikos. A mi tanácsunk egyáltalán nem segít. Mit, hogy kell itt forgalodni, nem tudjuk. Úgyhogy teljesen nem és nem segít a tanács tiszvilléres. Az uram kétszer volt megoperálva egy hónap egymás után. És visszutalták nekem azt a papírt is. Biztosan én olyan gazda vagyok, hogy na nem félj rám. Bizony. Ilyen ez a tanács. Ez az a gyermek. Ez az a négy éves. Szervusz, Pici. Ne ijesszétek már meg. Gyere ide, fia. Érdekség figyelni. Én olyan ember ősítik. Megijed. Bácsi, nem bánt a bácsi. Nem bánt a bácsi. Látok, hogy nem bánt. Kocsok két. Bácsi. Tessék. Kocsok két. Hogy mondod? Hányad a fejüde gyermek? Koromába. Legyen már fel.
te ai laurati. Auzi, bine, îmi am dat ești de ei mele. Cos'è sta bene con Bart? Dice tu. Vida già nel posto roba. Sì, sì. E c'è Anni. No, è bella sta Anni. Mira, non te sei che io ne ve lo comerò. Bella fuori. Ma ne però, è tuo mondo. Ti ha fatto, eh? Non è un euro. Non ti ha fatto, è ben bene, no? Chi? Persa. Io ho un, io avevo detto il flusso a doppi. Io, dai. Ah, è da più da più tasto in tu. Ma ho questa telepata che sta in fevesi. A te mette, hogy beletetszik venni? Igen. Meg a síralom házat is. Meg a síralom házat is tessék belevenni? A halottos házat. Minden, bejtett, minden. Hogy minden itt körülöttünk van. Ezt a látogat. Roland, álljál meg. Fűbe ütlek. No, gyere át, tényleg. Nem megy a fény, megállt. Megy. A csodát én nyertem. Ott a pirosul lehet észrevenni, hogy... Itt megy a kazetta is. Itt még, figyelj, gyere ide. Jaj, látom a kazetta megyen. A csodát én nyertem. Állj, meg te pi. Mindent be kell venni. Jaj, mami, nálunk. Jaj, kis, ez egy hónak. Komara. Jaj, mami, tessük, mami, nálunk. Jaj, mami, nálunk. Ha nézzük, amám, megdint, hogy benne vagyunk. Jó, elnézett van. Hú, lett Janka megnézni minket. Jó, hogy nézzük. Hé, álljatok ki, ilyen! Feli, viát, felvették kamerára? Álljatok ki, ilyen, mert lekameráztam! Itt vagyom a szollag, nézd csak te fiú. Videókodottam. Na, Lulu! Jaj, az óvodába menni kell, hány óra van? Nekem kocsúz, Robi, hány óra? A biztos. Viszta, gyere! Terve! Jaj, a fényházam, Matilda, az utolsó ház az enyém! Azt is megyék! Nem a kamerámban! Nem van mi nálunk, valahol megyük. Mi van? Jaj, de pörök. Mi pörök? Álljatok el, te fiúk! Ó! Ne nyúj hozzá Roland! Mi? Jaj! Nem most visszafelé. Nem hiába nem volt meg itt ilyen. Hát meg ilyen nem. Tessék mondani, a tejvejbe is ilyen van, amikor a híradal van? Hasonló csak, az hasonló. Jóval nagyobb ilyen. Igen? Az jóval nagyobb. Akkor az kisebb? Ez? Nem, az. Nem. Nem. Az a nagyobb. Az a kicsi másszál ki belőle? Tessék, menj egy kis hívvel lele. Menjek ki onnan te. De itt is bele. Azt egy bőké lopott. Na ott van Lőri, mert Gyula éppen sem így belevehette az anyán lássa a jövőket. Majd megmutassák ezt az anyján? Gyula! Kinek? Eznek az ellenek megmutassák majd ezt? Nem. Én nem értem meg a tejvejbe, miért nem teszik a tejvejbe. Már benne vagytok, Gyula! Mert nem hallod a korharagot, nem akarok! Ha nem te, ha bele teszik. Na persze. Tessék meg minket is levenni a kis. Már bent vagytok, te kicsim már egy órát szerepelsz. Te vagy a főszereplő. A főszereplő vagy. Jó. Meg Gyula. Oké. Oké, sárta.
Vagy húzom, ne? Jobbra? Jobbra. Máté szalkán majd eldöntjük. Kizélni, mert nincsen meg cigarettáros egész. Meg kell mondanod. Majd a nevedet majd bemondja. Hát ahol a házak a csinál. Hát ez az, akinek a mancsúlyos számára.
Ez az a gyermek. Ez az a négy éves. Jó. Szervusz, Piki. Gőzzük. Ne ijesszétek már meg. Hozd el! Gyere ide, fia! Érdekli figyelni! Hadd filmezzék ezt a szép autépés lakást! Gyere, gyere, kimenj! Szép autépés lakást, hadd venned végre! Gyere, gyere! Gyere, minket is pászé, helyszöntek. Hadd legyen benne már. Igaz, benne, de Galatis, meg Pandás, meg Opis, meg a beton al felulé, meg beton alulá. Csupa-csupa hőszigetelt ablak, tessék nézni! Azok az ablakok? Az egészség, az intro lenne. Itt is pászti! Itt is pászti! Itt is pászti! Üvegeltetni nem lehet, ha az ember akarná, a legjobb akaratja vele. Ott is, meg ott, konyhába! Sejt akarok, semmi! Konyhába! De pálikba! De pászba, enni a... Kis tejbe mondani. Nálunk is jöjjön, be már felülő. Meg nálunk is. Nálunk tett elülni. Meg nálunk. Be lehet azt mondani a nevet? Gyere ide, fia! Meg, még a vászik. Jóni Gyula, Nagydobos, Temető utca, 41 szám alatti lakó. 26. Akit a Nagydobosi tanács egyszerűen nem bír segíteni. Nem is akarja. Azt felelik, nincs rá keret. Jó, és mondd el, hogy neked mi bajod van? Hát 8 éven keresztül így forgandó vagyok a Máté Szalki sebészeten és a nyíregyházi szeptikus sebészeten. Olyan időszak nincsen, olyan hónap, hogy Máté Szalka megnevisák a bal alkalommal. Most meg jelenleg nyíregyházára kellene befeküdni, de hát az egészség állapota miatt nem tudom. Megmutatod a karodat? Ebben platina is van. Platina van. Várjátok. Pamela. Jó, jó, jó. Aki ilyen szegény. Bözz vagy, igaz? De semmi. És ilyen ember nem segít. Cipán se nincs. Hol megtalálom? Hol van? Mert a hangját már hallottam. Itt vagyok, hogy tejnek mindidejében is meritnál vagyunk, úgy tessék meg hinnóztán, lefele fagy a lábom. Itt vagyok én is meritnál, pucéronok is sányomat nem tudom megnézni. Én is itt vagyok. Tiden vannak, gátok, hogy na jó, van, ne röhögjetek. Csak a merre van, Olivia, gyárt a te is járni. Gyertek, Pula! Gyert az én bujája! Nagyon közel állok után. Jó, van, hogy vagy a kérdés. Szóba. Gyego! Ide az ember! No! Anyátok nem látszik. Van, hát, mert jön egy fiam. A fejem, anyát tartok. Fiam, vigyá, szemem mellett. Ide! Tessék már erre is megképezni! Ide! Ebbe! Ez a legnagyobb! Bácsi! Ezek mind a benyfujáim! Menjetek ki! Itt van ez az ablak, ajta is, a szilikátoron fájos vállamra esett. Nincsen is semmi, azon is a nájdon van. Az ablakon. Hagyd, hogy kicsit ebben a pulyát. Mert egyszerűen nincsen anyagi támogatás.
Semmi nincsen. Szóval itt támogatást nem kapok sehonnan. Na mindjárt le. És munkanélkülit kapok 1470 forintot. És abból még gyógyszer esetelik le. Így a drágaság mellett 70%-os. Csajt az ember, hogy kiváltunk a munkanélkülit. Na most ezt a telepet egészen felveszik? A temetőt bele tetszik venni? Igen. Meg a síralomházat is. Meg a síralomházat is tessék bele venni? A halottos házat. Minden, bejtett minden. Hogy minden itt körülöttünk van. Ezt a látogat. Roland, álljál meg. Fűbe ütlek. No, gyere át ide. Állj. Nem megy a fény. Megálltad. Nem, megy. Hol megy el? A csodát én nyertem. Ott a pirosul lehet észre venni, hogy... Itt megy a kazetta is. Itt még, figyelj, gyere. Jaj, látom, a kazetta megy el. A csodát én nyertem. Állj, 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 meg te pénz. Minden, meg kell. Tudom, lévő, mert így belevehető az anyán lássa a jövőket. Vagy megbutaság ezt az anyján? Gyula! Kinek? Eznek az ellenek megbutaság majd esztet. Nem. Én nem értem meg a tejvejbe, miért nem Nem van mi nálunk, hol megyünk? Mi van? Jaj, de pő. Mi pő? Álljatok el, te fiúk! Ne nyúj hozzá, Roland! Nem most visszafele. Nem hiába nem volt meg itt ilyen. Hát meg ilyen nem. Tessék mondani, a tejvejbe is ilyen van, mikor a híradal van? Hasonló, csak az jóval nagyobb ki. Igen? Az jóval nagyobb. Akkor az kisebb? Ez? Nem, az. Nem. Nem? Az a nagyobb. Az a kicsi másszák ki vele? Tessék, menek kis jóval ele. Menjél ki onnan te. Úgy is nem tudom, hogy eszik. Ez az egy Severin fia. Egy tízdekás csirkeit eszik. Itt van a kezében, mutasd meg gyermeket. Na, elesz az ebéd meg a vacsora. Este mit eszünk, fia? Húsot eszünk. Nagyon is azt van érzik itt. Te fél, te jár, nem kérdezett. Jaj, mami, nálunk. Tessék, a jó kis ezeit hoznak. Kamara! Jól van, tessék, jó, mi állunk! Ha nézzük, amma megdint, hogy benne vagyunk. Jó, lenézett már. Hol lett Janka megnézni őket? Józsi, hagyd nézzük. Hé, hey, álljatok ki, jé! Ezt a Liviát felvették kamerára? Álljatok ki, jé, mert lekameráztam! Itt megyen a szallag, nézd csak te fiú. Videókat. Jó, hogy az óvodába menni kell, hány óra van? Thank you.
között lévő házakban laknak emberek, akik csupán azért nem kívánnak utcára dobni, mert azok legálisan laknak azokban a házakban. Ez a kerület 4 év óta egyetlen lakást nem épített. A volt szovjet laktanya területén körülbelül 400 lakás van, pusztuló félbe. Milliókba kerül az őrzése. Hát az önkormányzat ne talán. Miért nem bocsáss a rendelkezésre? Dolgozó emberekről van szó, itt minden férfi becsületesen dolgozik. Vannak itt gyerekek, akik nem tudnak óvodába járni, mert nem enged bejelentkezni az önkormányzat, és 3-4 éve laknak ebbe a házba. Egyébként jönni fognak ide, mert elhatároztuk, hogy megpróbáljuk a békés utat a szervezetünk, és ha nem élő láncot alkotunk, és nem engedjük ide be a boltokat. Most hozzá fogunk hiteles adatokhoz jutni, hogy milyen spekulációkat folytat a Palota Holding és az önkormányzat itt a területekkel. Még közterületeket is ad el a lakosság háta mellett. Vagy valamilyen lakást, amivel állandóan bejelentek, ami aztán nem lehet, mert hát önkényes vagy. Egyszerűen nem foglalkozik az emberrel. Tehát én próbáltam. Persze, hát megpróbáltam, hogy tudom, hogy részlet fizetési lakát, hogy becsületesen megpróbálnám fizetni mindent, amit kell, vagy nem, csak hogy valami megoldás álljunk, azt mondták, hogy
Szervusz, Marika. Hát te hol késtél? Én nem késtem, én ide jöttem. Hát azt mondok, az előtt, hogy jól van, de most figyelj. Volt IKB-t az önkormányzat elügye alatt részmintársági formában működő vállalat, ez önök ismerik. No, és ezért, hát amikor egy lakót kihelyeztek, ebbe lakásnyomorúság bérleti okokból nem vidékiek, pesti, majd ezt elmondják egyéni körülményeket, azt az érdekelnek, én most a globális tényt mondom, pesti, gyakorlatilag hajléktalan, együtt nem élő családok, az így megőrülő lakásokban, amelyek senki nem őrzött, és senki nem óvott, meg. Most eltelt 3 év azóta, 2 héttel ezelőtt az utolsó lakónak az önkormányzat lakásügyi, közben lakásügyi irodát vezető váltás volt, a régi fegyelmet elbocsátották és elbűnt, az új lakásügyi irodát vezető kiutalta az utolsó lakást. Utána írt a Palota Holding RT-nek mondván, hogy az utolsó bérlet. Erre föl a Palota Holding RT, mondván, hogy a lakás jogilag üres, ide küldött egy műszaki vezetőt, föltételezésünk szerint a műszaki vezető Molnár Dániel nem... Vagy nem a Kovács? Nem, Kovács nem jött ide. Kovács nem jött ide ki, nem volt ide a Kovács. És a műszaki vezető azt mondta, maguk pakoljanak ki, mert hétfőn jövünk. De óriási riadalom, engem a lakásokon kerestek csütörtök este. Lakatos Borika, aki most van oda, mert soha számot ki a polgármester mai fogadórájára, plusz fénymásoltatja a fejezést, amit leírtam 4 példányba, még pénteken. Pénteken én a polgármester úr alkányom. Polgármester úr, jegyző a szóra lakásügyi. Polgármester úr hajlóan megoldásra, azt mondta a lakásügyi a vezetőnek, hogy valamilyen megoldás próbáljanak találni. Ez tény. De amikor rákérdeztem, Civikú Tamás leállított-e a mai napra kitűző pontást, azt mondta, nem hatásköröm, mert ugye a munkaképek fölvonultak, egy brigád fölvonultak, akkor hát akkor anyagi kára származta az önkormányzatnak, hát most ő nem javasolt arra. Tehát a bejelentés szerint ma a bontó brigádot várják a javasolatban. Ennyi az én vizsgáló összefoglalom, most szíveskedjék őket. Még a hozzá téve, Barbár cselekedett, basztett, itt 12 hónaptól 11 évig terjedő gyerek lakik. Ha ezt egy törvényes jogállamban meg lehet csinálni, korszorítás nélkül, a fellebezés lehetőség biztosítása nélkül, ma ugye minden önkényes megoldás esetében lehet gondolni, a profit ebben, bírósági döntést lehet kérni, és a bírósági döntés után lehet bármilyen karhatalmi intézkedést foganatosítani, én nem tudom, ön tisztában van vele. Igen, tehát sem írott értesítés, sem felebedés lehetőség, sem bírósági döntés, sőt, ide jött egy szivar, valószínűleg a Molnár Dániel, de nem tudjuk elég, hogy lényeges maguk hétfőn ne aludjanak itt, mert észre elkezdjük bontani a házat, pont. Hát ez minden csak nem jogállam, és felháborító is azt tett. Ugyanakkor ott állnak a füves lakások, a komfortos üres lakások, és millió kerül őket. Mondjuk nem kell hatalmas összeget, nyereségvágyból, árusítani őket, hanem a lakosság elnyomorodott részének kitalanítani. Jó, elnézést a másik házban is ugyanaz a helyzet. Úgy jelenleg még nincs kitársaság. Jelenleg, hogy holnap után
Egyébként véleményem szerint, mert nem műszaki szakember vagyok, de azt mondják a lakók is, hogy ők vállalják bármikor a házrendben a Rákos Klódán is sokkal rosszabb állapotban levő házat is vannak, sokkal rosszabb állapotban levő házat is vannak, sokkal. Na most, tehát ennek a sürgős lebontására különösebb ok nincs is. Most erre föl, amíg az utolsó lakó kihelyezése megtörtént, az utolsói, akkor pénteken, csütörtökön délután kijött ide, hogy Paula Holtingert és alkalmazott, nem mutatott be ezért a nevét, nem tudom megnevezni. Meg kellene kérdezni a Borosítól, a Paula Holting elnökét, mivel nem volt idő, mert pénteken szízből félegyik a polgáros szállatát tárgyalta. Hogy kijött ide, hogy hétfő már menjenek innen el, mert hétfő megkezdjük a ház lebontását. Erre én fordultam a polgármesterről, az, aki fogadott, fölhívta a jegyzőt, a többit már hallottam. A jegyzőasszony, de a polgármester, a jegyzőasszony, a lakásőrzetnek vezető hárman álltak rendelkezésemre, a polgármester volt a legkorrektebb él, ez tényleg. A jegyzőasszony jogilag minden rendben találta, semmi nincs jogilag rendben, jogilag nincs rendben semmi azért, mert az új lakásügyi törvények szerint kilakoltatás és határozatot bíróságnál lehet. Ön sem tudja ezt? Csak bíróság rendelhet el kilakoltatás. Most a bírósági ifjúsági ítélet hiányában szóbeli közlés, csütörtöki szóbeli közlése hétfő menjenek el, minden hétfő kezdik. Na most a polgármester úr nekem ígéretette, egy nem konkrét ígéretet, hogy majd valamilyen formában is valamit meg. Mondom, leállított a lebontás. Kialkoltatás leállítására, de a lebontásra, azt mondtad, azt, hogy nem állítja le, mert ki van rendelve munkagépek, brigád, hát az egy hosszabb folyamat, nem tudom, mit jelent a hosszabb folyamat, egy hetet, két hetet, három hetet, több mindegy, de világos, előbb a megoldás, és aztán a folyamat. Csak üres lakás, üres házbontását lehet elkezdeni, ez kétszer, kettő. Thank you.
önök a úristen. Ja, a másik Borika, igen? Az amodrom tudtál élni? A tévéstár? Mert a kurista, a Andika érte volna. Ezt tegye hozzá, hogy a reális javaslat az, hogy ha a lakók vállalják, hogy rendbehozzák a jelenlegi lakásinséges világban, vissza kell vonni a lakásállományból való törlését. A lakók írásban vállalják, hogy a lakás rendbehozzák, akkor rájuk kell bízni, és ennek fejébe ki kellene kutatni, hogy rendbehozzák. Miért kellene 6 lakással kevesebb a jelenlegi szűkös lakást tenni a mellett, érted? Egyébként nem kaptak valami értelmezést? Egyáltalán sem. Nem kaptam semmilyen határozatot, hanem egy keddi napon voltak kint. Csütörtök? Kedden. Hét elején, és utána jöttek megint csütörtök. Kedden voltak kint, hogy tehát 8-ára hétfő napra hagyjuk el a lakást, mert ez bontás alatt van, és 2 hét van nekik rájadva, hogy ezt elbontsák. Tehát 2 hét alatt van elbontsák. Igen. Hát tehát már nekünk mai napra ki kellett volna költözni, mert úgy volt, hogy a mai napon ők már bontásra tehát, hogy mi kellett volna költözni. De mink egyáltalán nem megyünk ki, mert értelmesen szeretünk földre menni a kényelmeket, és nincs hova menni. Nem elég gyerek van már az államban. Nem ég le a képük, amikor ilyen megoldást ajánlanak az anyáknak, hogy a gyerek. Aki akarja nevelni a gyerekét, nem? Kokást kell adni nekik, vagy békit kell nekik hagyni. Köszönöm, és akkor lehetőségek vagyunk. Csak azért jöttünk, hogyha békét nincs más, mert találjanak. Hát sajnos lehetőségek. Mondjuk hagyják békét. Hát, hogy magának nem álmodjál, de azért van emberiség is a földön, nem? Akit maga is szeret, maga is neveli a gyerekét, vagy nem? Hát, menjenek a gyerekek az önkéntesek, nem lesz a kis.
Maga beadná a gyerekét az Nem ma ismerjük. Köszönjük szépen. Esetleg segít rajtunk. Sajnos nem rajta már, és nem, én nem tudok megtenni. Gyertek már ide. Hátatok a gyerekek. Menjek. Ilonka, gyere már meg. Igen, azzal a célja jöttem ide, hogyha végképp nem tudom más megtenni csinálni, itt helyben, akkor a gyerekek esetleg is csak is átmenek időre. Ennek a létminimum alatt szégyelje magát az önkormányzat, milyen szégyelje magát. Annyi lakással üresen, hogy miért nem utalnak ki egyet? A megoldást találni, hogy intézetbe rakni a gyerekeket. Akkor, amikor... Egy csomó lakás van üresen, tudja hány a kormány lakás? Hirdetni, valamilyen megoldást találjanak már. Menjenek, kérjenek az óvodától, az iskolától, vérem is. Mentek a gyerekek koszosan vagy kedvesen. Hányszor hiányoztak, vagy hányszor voltak koszosan, rendesen a gyerekek. Akkor elvihetünk. Hát igen, azt szeretném, hogy valami értelmes megoldás születne, de ezt a helyzetet mi lehet. Azért a gyámhatóságnak megvan rá joga, hogy tiltakozzon ellene. Én sok gyámhatóság ügyel foglalkozom. A gyámhatóság azt a véleményt leadhatja, hogy mindenki normál ellene veli a gyerekek intézetbe szállítani. Nem szeretnék az intézetbe, eddig felneveltük, szeretnénk azért valahol, vagy pedél fölött fölnevelni a gyerek. Mindenki dolgozik, elvitte tartani a saját gyerekünket. Elég volt az, hogy mi nem nevelkedtünk fel rendesen, mi szeretnénk a gyerekünket felnevelni. Köszönöm szépen. Idáig így is ismertek a gyámhatóságot. Hát én nem tudtam, hogy ez már itt van. Hát az meglepetés volt. Meglepetés, nem erre készültem. Azt gondolta Kovács úr, hogy csak viccelődök én azzal, mikor én bementem hozzá. Akkor egy nagyon-nagyon fogtam, mert nem hüttek meg fákra az egészet, hogy nem engedjen meg egy kérdést. Ugye, hogy élnek rosszabb házat. Ne haragudjon, de nem én találtam ki az egész kilakoltatást, nem én találtam ki azt sem, hogy ez a ház életveszélyes. Én egy szükségmegoldást javaslok. De a gyámhatóságnak megvan rá a joga, én tudom, hogy tudok jogat javasolni. De megvan rá a gyámhatóságnak a joga, hogy tiltakozzon az ellen, hogy a gyerekeket intézetben helyezni. Nekem is a lányom iskolába jár, a kisfiam óvodás. Csak azt mondja meg, most miről veszek ennek? Nem tudom, nem mit találtak ki ezt az egész életet. Hogy álljak, most segítsen akkor, hogy nem tudok jó. És legyen pedig a házat kell biztosítani arra, ne viszont arra kijönnek, hogy a gyerekeket elvigyek. Miért kell még egy ilyet? Nem tudom, 4 év alatt nem építhetek lakást. Mire ölti a szovjet lakanyában a kontaktos magát,
mindjárt is ott lehet. Ha kipakolnak őket, és hová helyezik el a gyerekeket, akkor maguk elviszik? Ha ő azt mondja, hogy ő nem tudja... Nem tudjuk, így nem tudjuk egyáltalán elhelyezni a gyerekeket. Az az egy biztos, hogy kipakolnak minket, nem tudok olyan megoldást javasolni, és nem is az én dolgom, hogy családos dolgok. De az elnök úr tud? Az elnök úr azt tud? De ez nem én vagyok. Nem kell adni az adatot, azt is húzza le. Ez nem én vagyok. Nem mondjatok semmi adatot, mert elviszik a gyerekeket. Nem, nem vihetik el innét, ne legyen. Nem vihetik el innét, ne legyen. Nem vihetik el innét, hogy világhatalom, egy kis légyen, hogy senki. Nem, akkor nem vagyok. Azért akarom, hogy vissza magam, hogy 12 gyermek állapot védele semmiképpen nem kívánatos, 12 gyerek állapot védele semmiképpen. Tisztességes, jól nevelt gyerekek, tiszták, tehát bűn lenne őket, kifejezetten bűn, megnyomom, hogy őket intézetbe vinni, amikor anyai szeretet alatt is rendesen nevelt gyerekek, amiről én meggyőződtem péntek este is és tegnap este is. Meg minden este, amióta van ez az ügy. De figyelj, fogom mondani, hogy az intézőnek, tehát ez azt jelenti, hogy idáig a gyerekek nevelése nem van. Nem. És a gyámatóság nem is tudott róla, mert nem volt szükség arra, hogy foglalkozzunk velük, mert jól ellátták a gyerekeket. Köszönöm szépen, úgyhogy, hát szóval szóval se jön mi variáció. Itt az a lényeg, hogy nincs megoldási lehetőség. Akkor fölírhatom, hogy ki az, aki kitakott és a gyereke, és saját maga is. Ezáltal ilyen helyzetbe kerül. Én kérem, hogy itt álljak. Ott lesz nincs még a gyereke. Kiállítanak a kocsival, az akkor úgy, hogy az autót.